Gyerekek, itt vagyunk a Home Depotba. És nézzük meg, hogy hol vannak a... Itt van a ciment. Hardware. Na nem itt, akkor másik felé. Itt szokott lenni a vasak, ahol a cimentek vannak. Hát itt van. Ez az. Mi a rohák ez? Hardy tire. Nem az, na. Azt hittem, hogy nagy tábla, de kicsike izék voltak. ×84 x 84 inch steel wire rimes sheet, 725 darabja. Menjen 42 inch. 24 x 2 az 48, tehát egy kicsit kisebb, mint a... Kisebb, mint a... Hol a kalkulátor? A 84 inch, az volt 12-vel. Csak 7 láb. Tehát 7-szer mennyi a 48 lenne 4 láb. 6 inch levonna 3,5. Tehát 7-szer 3,5. 25 tábla kell. Nyűvek megegyenek. Mert hogyha 4-szer 8, ez ugye 32. És az 5,44 osztva 32-vel 17 tábla kéne, hogyha 4 lábszor 8 lábas lenne. De így akkor az 544-et kell osszom. Mennyit néztem? 24,5? Mennyi volt a 24,5-tel? 22,2 tábla kell, 23 tábla. Ajajaj, nincs valami olcsóbb cucc itt. Ha végül is ez... Akkor mennyit ér? Mondtam, 22,2. Tehát 23 tábla. Szorozva mennyi? 7,25. Adóval együtt mondjuk 7,5. 173 dollár. Na jó, hát akkor kell hozzak egy ilyen lapos szekeret. Egy lehet áres feltumrok a középre beállítgatni. De egy olyan lenne jó, amelyik ilyen magas asztal. Nem a lapos, az a lapos, azok tégláknak van egy ilyen magas asztal, és arra reapakolni. Még van egy. Ez milyen? Lehet, jó, ez nem arra van ez. Ez azért falra van. Maltert hajni rá. Yeah. Oké, hol vannak a ribárok? Azok is itt szoktak való lenni. Enkör. Itt vannak rövidek, de hosszú kell, teljes nagy. Azt nem értettem soha meg a Home Depotba, ember. Hogy miért raknak össze-vissza mindent. Itt van egy része, ribar máshol. Valami marketing fogás, hogy még kell enkörbe járja az izé 6 pócot, hogy még közben valamit megveszél. Más logikus magyarázatát nem látom. Seriously, man? Hol vannak a ribárok? Mi lenne, hogyha ezt venném? Na. Mi lenne, hogyha ezt venném? Az hát. Mert szerintem így olcsóbban kijövök, nem? Tehát reinforcing mesh. Tehát ez olyan, mint ez, csak azon egy kicsit nagyobbak a izék, a kockák, azon egy kicsit kisebbek, ami még jobb, nem? De hát ez olcsóbb. Mennyi ez? 150? 5 lábszor 150 láb? Nincs ez 150 láb, ember, ne beszéljetek hülyeséget. Nem tudnád feltekárni. Azt mondja, hogy
550 750 square feet. Tehát akkor ezzel jobban kijönnék, nem? Hát persze. 550 10 gauge, ez hány gauge-es? Ez vékonyabb. Ja, ez egy kicsit vastagabb. Meg kell egy szakértőt kérdezzek, na. De kicsit gyanús nekem, hogy itt van 150 láb. De hogyha azt írja, 5-ször, hát elveszem a méterest. A magassága az 5, mert mellé állok egy feljel kisebb, mint én. Na jó, hát akkor ebből megveszek egyet, mert annyi 175 lett volna, itt 107. Mekkora egy szakit kérdezzek. No, közben komolyatot megkérdeztem, és azt mondta, hogy az pont jó, hogy fel is dobtunk egy köteget oda szekére. Na de itt vannak a izék, a lefogatók se, egy kicsit tesztem, ezeket nem szeretem, mert kurva drágák. Hát kétféle van, 4x4 ebbe belejön. Nem a cseng a telefon.